Mi a... De miért? Mit csinálsz? Bazd meg! Rendőr bácsik. Igen, ezeket valahogy el kéne kerülni. A gifut kéne kiszedni onnan. Hol van a motor? Ja, itt haltam meg vele. Ja, erre nem olyan messze. Akkor vissza kéne menni a gifuhoz. Szippantani. Nem szedtem ki MSC editorre, mert úgy voltam vele, hogy megmozdult. Van lehetőség arra, hogy kijöjjön, csak ott elfogyott éppen a türelem, úgyhogy... Azért majd most mindjárt visszamegyünk a motorra. Ah, most papucsba vagyok, úgyhogy újra kell tanulnom. Itt sokkal közelebb vannak egymáshoz a pedálok, és nem érzem, hogy most éppen melyiken állok. Már akartam egy ideje papucsba vezetni, mert rohadtul fáj a lábam, ha nem papucsba csinálom. Kitekerjük ezt a mikrofonállományt így, hogy jó legyen. Álljál már úgy, hogy jó legyen. Ahogy nem, egyesből indulunk. Ha ebbe belehugyozok, mint a tankba, azzal fog menni. Ez az. És cross mocizer. Be a búzába. Hű, egy pillanatra droppolt a játék. És meg akartam nézni, mennyivel lehet menni itt a búzába, mert érzem, hogy lassul a gép, de nem látom. Hopp, ne. Ja, még mindig ki van akarva, jó. A búza gyermekei. Ez árpa. Itt szedem össze az árpa kólának alul. Így a zsebem az telik, miközben én itt hasítok. Utána megyünk a folyóhoz, ott van a víz. És a gifuba fogjuk fermentálni. Nem megyek már addig a házig, mi van ott. Hát ez csak így ilyen... roskarozó szarok. Azok oda be lehet menni? És nincs nálam semmi, amivel be tudnék jutni oda. De úgy érdekelne. Itt az út, el kell kezdeni visszakanyarodni. Itt már kicsit erdős lesz. Meg húzós! Na, itt az ugratás. Semmi gond. Egybe vagyunk. A fogamból is kijött az ebém. A fogaim közül. Minden happy, minden jó. Itt a híd! Abban a pillanatban, ahogy kimondta, hogy minden happy, minden jó, elbaszott egy autó. És az a para, hogy ott a motor. Szóval... a furgonnal kell elmenni odáig. És azt ott kell hagyni a gifunál. És elég, ha csak a motorig megyek, nem? A rendőr bácsi urat innen nyakon húgyozom, az fogja őt zavarni. Szarik bele. Nem fizetnek meg eléggé ahhoz, hogy én ezzel foglalkozzak. Egy hülye gyerek itt feláll a rendőr autóra, azt nyakon húgyoz. Rá is gyújt. Egyébként néz a rendőr, tehát hogy ő végignézte, tehát követ a szemével, szóval ő végignézte, hogy én azt nyakon húgyozom, és nem tett semmit. Szokja Pistiké, minket nem tisztelnek, de nem vagyunk annyira megfizetve, hogy ilyennel foglalkozzunk. Na, legyorsoljuk a buszt. Le tudom tolni az útról? Hogy olyan lesz, mint egy sérthetetlen objektum. Egy irányba megyünk. Már ha ez is úgy akarja, hogy fordul. Gyere, öcsém, racse! Nem tudom letolni. Túl nagy. Itt már el kell kezdeni lassítani. Figyelni kell, hol a motor. Vissza egyet.
Ott. Hogy ezzel menjek el odáig? Nem, ezzel elmegyünk Lopentére, Lopentébe lerakom. Megnézzük, ha már itt van ez a szar, akkor megnézzük, hogy Flitari kész van-e a kerekekkel. És majd Flitaritól megyünk el a motorral a Gifuig. De nem akarok ezzel bemenni a mocsárba, mert még ez is bent ragad. Egy. Egyszerűbb lerohadni még mindig. Be sem voltam kötve. Gyújtás lekapcsoljuk, mondjuk ennek nem merül le az aksia. Lárva van már a tróger. Na, a gépezet beindult. Sok volt a gáz. Gyerünk, ez az! Ez az! Feljött. Az árpakólát visszadobjuk. Miért nem tudok sose beszállni ebbe a szarba? Vissza ne gurulj! Azok ez visszagurul a sárba, ne! Ne már! Kurva vagy! Miért gurultál vissza? Rá kell szokni a kézifék használatra. Ülj már be! Bazd meg! Na! Ez eddig miért ment olyan rohadt nehezen? Ja, a másik irányba kell tekerni. Nem, most bezzeg jó irányba fordulsz, ha jó irányba tekerlek. Nem, most nem fordul abszolút sem erre. És mi lenne, ha a rükvercbe mennék? De ezt totál nem én döntöm el, hogy melyik irányba megy. Ott megy a paraszt, húzzál már ki! Kurva anyárat, bazd meg, hogy a vízbe teljesen másképp fordulsz, bazd meg, mint a parton. Remélem ez a fa csak díszít. Ez a fa ez nem csak dísz. Persze, bazd meg. De merre mész? Kijött. Rohadjon el. Hát ez így nagyon jó lesz. Ez így biztos le fog érni az aljára.
Szíjad! Jézus, már szeretem. Ez tempóval szívja. El nem menjél, amíg ki nem szívom a szarodat. Tessék csak itt bagózni. Várjál, hozzak én is egy sört. Tessék. Ezt átment rajta. Azt kizárt dolognak tartom, hogy nem ér le a cső az aljáig. Ennél jobban nem lehet ráállni. Szóval, hát csak itt kell várni, amíg adja a pénzt. Ja, nem googolok már le, az félreérthető. Be happy with your work. It couldn't be any better. Boldog, tessék. Amint eljöttem, bazd meg. Akkor találod ki. Persze, hogy visszacsúszik. Gyere a papával. De ne menj már vissza bele! Na jó, most megpróbálom nagyon finoman elindulni vele. Lóba jó is lesz. Ki tudtad húzni? Nem, beleszakadt. Persze, hogy beleszakadt. Na jó, úgyis sötétedik is aludni kell egyet. Megint jön a kérdés. Hol tartottam legutóbb? Szippantottam. És betört oda a cső. És most itt van a cső. És most menni kell a másik helyre szippantani. Illetve a köcsög arcotól meg kéne nézni, a kerekeket itt vannak-e. Mostan kajásak leszünk. Szerintem az a másik ház, ahol szippantani kell. Hopp, ez azt hiszem az egyik kliensnek a háza. Így. Áramosban jó lesz, úgyis mindjárt ott vagyunk. Éjjaj. Hát ez így. Nézzük meg. De rövid lesz. Már érzi, csípi az orromat a szar. Ez azért volt. Ez különösen fűszeres, sok KFC-s izé. Hát ez biztos, hogy rövid lesz. Már kezdjük el szívni, az közben átállunk. Megy ez miközben szív? Ez nem kár áll, ez a csóka. Ez bírja. Így. Minden erőddel szíjad. Szíjad, mintha fizetnének érte. Ebben nem jön ám semmi. Túl sűrű a szar? Nem tudod szívni? Bedugult-e? Öcsém, ki kéne találni, hogy ez miért nem működik? Van valami ötleted? Rögtön sejtettem. Hopp! Szívott egy picit. Na most már szív. Kicsit meg kellett igazítani a csövet. Lehet, hogy most nem dobom bele egyből. Csak addig, ameddig szív. Ezt mindig utána dobok egy kicsit. Hát, hogy mondjuk most elég könnyen kiszedtem. Találtam egy jó módszert arra, hogy szedjem ki.
Na bazd, meg csak lement az összes. Na, öcsém. Azért ide készíthetnél a szippantósnak egy széket. Úgy nem azért. Adjad már azt a pénzt. Annyi szar van még abban, eddig tök gyorsan tűnt el. Köszöntöm szépen. Köcsögöm pénzed. Egy. Na, hogy állunk? Ó, még belefér az utolsó. Majdnem elindult vissza. Na, gyerünk egy put hose back. Na, itt a vége. El ne indulj vissza bele! Egy. Fasza. Így leültem az ölébe, az hogy néz ma? itt van vadonatúj gumik. Jó van. Bedobjuk a furgonba. Itt van már. Mögöttem. Na gyere öcsém, racse! Kerülj meg! Nem a favágó bácsinak kell szart cippantani? Na majd nézem a házakat az út mentén! Itt se fogok negyedikbe meg ötödikbe menni, úgy érzem. Tekeredj már ne balra, hát bazdmeg ez le akar jönni az útról. Az is elég gáz egyébként, hogy ez pont ekkora az út. Hopp, nem oda kell menni szippantani? Ó, bazdmeg! Ezt hogy sikerült összehozni? Ez lesz itt. Valahol. Ott. Már meg. Üres. Annyira nem is kellett messzire menni. Ó, hát ez már majdnem jó. Figyelj már, te mit mászkálsz itt állandóan? Te fent szoktál ülni a buszon, nem? Nem hiszem el, hogy ennyire dagadt vagy, Getsz, azt nem félsz bele. Csak látszani se látszik jól. Menj már bele! Zsongva nem jön ki! Faszom! Én meg itt éjjel halok közben. El akartam tüntetni a nyomokat. Ne! Ha? Felmegy ez. Mellette nem kell aggódni. Azt mondom, a szárba dagadék.
Nyúlik a cső! Nyúlik a cső! Ez egy másik univerzumba lép el. Hoppá! Azért nem hiszem el, hogy ennyire dagadt. Nem fér be. Mi a... De miért? Mit csinálsz? Bazd meg! Szia, Manó! Egy. A munkát el tudom vele végezni? Hát, hogy szippantani fog még ez? Csak be kéne kapcsolni a szivattyút rajta. Parking brake. Diff lock. Rear axle. Jó van, szívni szív. A pénzt megkeresem vele. Csak hátrébb nem fogok tudni állni. Hát ez nem lesz elég hosszú ez a cső. Egy. Hoppá! Jó. Sörös rekesz módszer. Megforgatta a kerekeket. Ami érdekes. Bazd meg! Féletlenül bele sétáltam. Az az opció még megvan, hogy elbuszozok. Lopentéig. Ott meg ott van a furgom. Aztán majd valahogy megpróbálom azt a szart visszaállítani. Bokán rúglak, öcsi. Térden, tér kalácson. Te nem viszel el amúgy? Azok? Veled bármit csinálhatok akkor? Itt izé, ilyen piskodhatok neked? Elővettem a farkamat, nem csak ha? Kicsúrant valami? Szarsz te bele. Meg kéne nézni előbb az időt, anélkül, hogy letartóztassanak. Innen valahonnan nem látom rá az órára, de így. Áú! Bazd meg! De jó nagy range van annak a rendőrnek. Hét nap. Hét napig itt kell ülnöm. És mert szombat van. Öcsém, kezdődik a buli. Úgy tűnik a játék nem menti el egyből. Hogy bekerülök a börtönbe, hogy a börtönbe vagyok. Ez egy teljesen véletlen dolog volt. Na jó. Folytatjuk onnan, hogy meghaltunk. És nem megyünk túl közel a rendőrökhez, úgyhogy innen nézzük meg az órát. Ilyen lófasz nem látok belőle. Talán 4:45. Akkor az most ment, hopp hopp, innen, ez a indulás. Tizennyolc nulla ötig elsétálok. Fiúktól lehet tudom venni a labdát? Ezt merre focisztok, he? Én is jövök! Passzálj! Passzálj már!
Itt vagyok! Ott a paraszt! Nem fogok odaérni! Hé! Állj meg! Állj meg! Húva anyádat! Baszak, hogy sprintel... Én miért nem tudok úgy sprintelni? Hova rúgtad, bazzak, berúgta az erdőbe a labdát? Itt van, enyém! Enyém! Csak megállítottam a labdát, de... Annyi. Baszolj már! Enyém! Ufa, anyátokat! Gyertek van ide! Ott megy a paraszt, ne! Csak ezeket se lehet kiütni, faszom, a labdát se lehet elvenni tőlük. Elbízok benne, hogy beborul valamelyik árakba és megvár. De amúgy itt a kút, meg egy combine. Nem túl kedves gondolataim támadtak azzal a kombájnnal. Hello, csokoló! Hello! Milyen gozú jó? Néva. Rossz gomb. Az meg körülbelül 18 szúnyag van körülöttem. És nem tudok venni sprayt, mert ott állnak a rendőrök. Hallok valami autóhangot. Így csapja neki? Ezeken az utak, mellékutakon? Jól láttam, hogy itt van az a tópar, és hallottam. Hát csak az a kérdés, hogy ez mi célból van itt? Mit szeretnének elérni? Mert hogy itt nincs hajó, csónak. Lehet, hogy itt kéne közlekedni autóval, ez tök sima ez a terep. Ott egy ház. Kell egy ház, lenn a tópartján. Ez a házikó, itt leégett egy ház. Csak a kémény maradt. Jók egyet? Ohó, itt lehet fát vágni. Meg itt egy rötyi. Nem tudok menteni ebbe a rötyibe. Mire jó akkor ez a rötyi? Ki lakik itt? Hát hello! Mi van, kártyázunk? Mik ezek a gyépés hangok? Hely, gyógyegér! Kártyázzunk meg. Soha pénzem. Most pókerezünk egyébként? Vagy mit csinálunk? Új, szátana! Miért én nyert? Miért én vesztettem? És neked van ott egy... 9-esed. A 21-ezünk? A 16. Kérj lapot. Ez sok. Na, csalsz a csém? Ez az! Tegyél van egy vodkát. Nehogy majd józanú kártyázunk, bazd meg. Dobjál fel egy 100-as megint. Hiha, ász 9? Ez még csak 10, az ász az 1 vagy 11, nem? Lapot. Sok. Faszom. 150-et, gyerünk!
13. Lapot. 15. Lapot. Sok. Faszom beléd. Mi van, ha elkártyázom az összes pénzemet? Ez az ízik nehezen megszippantott pénzem. Az a te 9 is. Te mindig 9-essel kezdesz, köcsük? 19, akkor én megállok. You win. Kétszáz, gyerünk. Oh, you win. Ez így nagyon jó. Dobj egy... Oh, ez az 19, nagyon jó. Most vagyok ott. Nem tudom mennyi kártya játék után, hogy annyi van kb. Amivel elkezdtem. Jó van, akkor játszunk 4-5-ös tétekkel. Majd megverlek, azt elveszem a pénzt. Olyat lehet? Ad. Lapot. 7. Lapot. 8. Pazd meg az álszaidat. 20. Oké. Okay. 21-ed volt a köcsög? Hogy tudtam vizé kézből veszíteni, öcsém? Mi a faszom ez a kártyajáték? 20. De rohadnál el, bazd meg. Biztos, hogy meg vagy izélve. Bundázva. Basszál egy királyt vagy egy királynőt. Hagyd, de tudtam, bazd meg! Neked miért nem tudsz ilyen kis szar lapokat lerakni, he? Rá kell gyújtani, bazd meg. Hát stresszes vagyok, látszik. 12. Lapot. 20. Nagyszerű. 21-et. Na, az történt, hogy éppen úlinezni akartam, és így a stressztől meghaltam. Azt most ilyenkor mi legyen? Egy fél órája zsugáztam bele egyébként. Annyira belemerültem itt a nagy 21-ezésbe, hogy nem figyeltem semmire. Igen, nyertem is, meg vesztettem is kategória. Aztán úgy csak azt vettem észre, hogy meghaltam. Mondom, addig leállítom a felvételt, meg pauzolom a felvételt, hogy ne veszek el tárhelyet. De úgy meghaltam stresszbe, mert mint kiderült, ha veszítek, akkor stresszes leszek. Ha nyerek, akkor meg lentebb megy a stresszem. Többet veszítettem, mint nyertem. Illetve amikor nyertem, akkor nagyot. Már olyan kis téttel kezdtem el játszani, aztán amikor úgy a nagy számok törvényszerűsége alapján, amikor már elég sokat vesztettem, akkor már úgy voltam vele, hogy na, akkor most már feldobunk valami nagyobb tétet, egy ilyen 500-600-at. És akkor az általában mindig sült. Kivéve most az utolsónál, mert elbuktam egy 500-ast, akkor felraktam egy 1000-est. Azt is elbuktam, akkor felraktam all-int, az is egy olyan 1020 valamennyi volt, és még ki se derült, hogy mi történt, és így hátra baszoltam a székben, és meghaltam stresszbe, úgyhogy az úgy nem bírta a szívem megvárni, hogy az all-in bejön-e vagy se. Ha visszamegyek oda zsugázni, dögöljék meg. Nem biztos, hogy most, de ez tetszik, vissza kell menni oda zsugázni. Ja, mielőtt felmerülne bárkiben is a kérdés, miért nem cigiztem, ha stresszes vagyok, azért meg 200 cigim volt. Szóval... A vodkát meg már megittem az elején. Még ezt lehet, hogy meg kellett volna tartani oda a végére. Na mindegy. Arra a toronyra fel lehet mászni. Ott a töve. Nem hiszem. De úgy jó lenne. Bár mondjuk itt a nehézé. Csak most fog jönni akkor a paraszt. Az autóval. Ezzel nem tudok felsétálni ezzel a moccakon. Kábelen. Nem. Átmegyek rajta. Faszom. Pedig menő lenne, hogy felsétálnék odáig. A legmagasabb pontjára nem tudok felsítelni, mert az már bőven nem ott van, ahol látszik. Most élettem újra, megállás nélkül sétálok, alig haladtam még valamennyi, de már szomjas vagyok. Jó, mondjuk nyomom a shiftet, tehát futok. De azért ez már mindenek a teteje.
akkor a nagy távot nem tettem meg. Most akkor csak le kell menni a pókeres gyerekhez. Mert ott tudom, hogy ott lehet inni. Ó, itt van az autó. Itt zümmög valami. Ezt lehet elnyerni tőle, amikor felrakom a szacsumát? Hát nem néz ki olyan nagyon jó dealnek. Már nem azért. Itt nincs valami faszacucc. Na, ígyünk egyet. Ezért jöttünk ide. Öcsém! Állj már meg! Ellad! Gyere már ide! Akkor bazd meg! Aha, most nincs itt. Túl korán van szerintem. Ezt egyébként oké, hogy elnyerem ezt a házat, de mi van itt? Hogy itt hűtő sincs. Van egy sparhelt, addig oké. De hol fogok aludni? Ez a táncmulatságos hely. Ide kell majd jönni? Jó, ezt is jó tudni. Már azt még nem tudtam, hogy hova kell majd jönni táncizni, de akkor most már tudom. Azért itt a vasérc befigyel. Így csak így kilóg a földből. A Survivor játékban az már bányászható vasérc lenne. Na, amíg itt tart a sétálás, addig elmondom, hogy dobjál már egy lájkot, légy jaj kedves. Köszi. Meg iratkozzál fel, ha még nem vagy feliratkozva. Illetve csatornatagságra is van a lehetőség, hogyha szeretnél. Azt még majd azon dolgozni fogunk, úgyhogy ha van rá tipped, akkor Discord szerverünkre, vagy a kommentekbe is leírhatod a véleményed a csatornatagságról. Köszi. Megint szomjas vagyok. De már lassan Lopenténél kéne, hogy legyünk. Itt az az emelkedő, annak az alján van a híd. Ja, egy kékruhás ember folyamatosan sétál a mezőkön. Az ki a faszom? Azt még nem láttam sehol. Ez mindig kincs sétál valahol kurva messze. Nézd már, mi van itt. Ott a kút, ott a kút. Ja, ez az elhagyatott ház. Jó, na, akkor már itt vagyok. Közel. Megint eltűntem, úgyhogy most megint csúnya leszek. Megtelt a memória meg itt. Azért mondom el az ilyeneket, az ilyen kulisszatiktokat. Titkokat, nehéz szó. Na, igen. Lássátok. Mások ezt nem mutatják, mert mások profinak akarnak tűnni. Nem akarok profinak tűnni, mert még nem vagyok profi. Még azt kéne eldönteni, melyik irányba menjek haza. Nem hiszem, hogy ezzel fel tudom borítani a szippantós, vissza tudom borítani a szippantós kocsit. Várjál, mert otthon rendőrök lesznek. Ó, baszki. Csak le kéne ülni akkor azt az időt. Akkor viszont ezzel nem haza kell menni. Hanem vissza a városba. Mert a városba fogok kijönni a dutyi végén. Baha meg! Nem baj, ezért így is úgy is el kellett sétálni, szóval... Inkább most, mint soha. Még lehet, hogy a szombatesti táncmulatságot még meg kéne várni, hát ott lehet kapni enni. Vagy oda is oda fognak állni a rendőrök? Bekötöttem magam? Be, jó van. Csak már, hogy erre jövök. Akkor egy kis izgalmat. Így a végére akkor az ennek az epizódnak, mert... Akkor leüljük azt, amit le kell ülni. Nagyon nincs más lehetőség.
enni, legalábbis, már haza se tudok menni enni, a kocsma előtt is ott lesznek, a bolt előtt is ott vannak, illetve nem tudom, mennyire fognak nekem bezavarni a szacsumát szerelni. Egyszer csak leütnek, miközben rakom fel a kerekeket. Ennek most így nem örülök. Ezek mik ezek a hangok? Ez most szerintem most kitört a szélvédő? Vedd már elő az erőkezeit. Ha bent vagyok a fülkébe, azt úgy nem csinálja. Aha, itt egy szélvédő. Jó. Ah, az nem nagy veszteség. Jó. Most átborult a másik oldalra. Meg úgy kicsit fejjel lefelé van. Hallod? Állj meg! Egy csöga arcú vagy. Baszdmeg, ne a süllyesztő felé told már ezt a szart. Jó, ez most nem én voltam. A baj, hogy így beszállt. Csak a hátsó körékkel tudok dolgozni. Mi odébb húgyoztam, baszdmeg? Nem tudom, hogy. Sikerült. Segített közben, hogy húgyozok egyébként, ezt majd tesztelem. A húgyozás az ennyire segíte. Te elhagytunk, azt össze kéne szedni, így, illetve megnézni, hogy minden megvan-e, de ahhoz előbb ki kéne innen állni. Nekem így is jó. Itt. Jó van, király. Csak azt kéne eldönteni, hogy jó irányba megyek-e. Ott a torony, úgyhogy igen. Hopp, várjuk! Ellenőrizni kell a cuccokat. Megvan a minden. Az alapján, hogy elhagytam a lámpát. 1, 2, 3, 4 kerék. Oké. A lámpa. A sör. Te már megint itt vagy? Nem bírsz várni. Ho-ho-ho-ho! Hé-hé-hé! Anyádat! Nyisd csak ki azt az ajtót. Bírjál már magad, de... Haltam meg! Miből van ennek az arca? Mi történt ezzel az autóval? Ez most akkor így sikerült. Ezzel a busszal így most... Nem hiszem, hogy bárhol is megéri elmenni. A rendőrök szeme láttára. Ezt csináltak valamit? Nem írja az újság, hogy megbaszták a buszsofőrt? Nem. Kiöntöttem egy alak szart, azt már főben járó bűnös vagyok, bazd meg, akit halálbüntetéssel kell elítélni. Meg kiütöttem egy-két embert. Biztos urak? Nem kell erőszak, feladom magam. Jó? Nem jó. Csak a rally van, meg teletex. Jó. Ez ideje akkor, hogy lezárjam ezt az epizódot. Köszönöm, hogy velem tartottatok, én majd szépen itt leülöm magamnak a büntetésemet, és majd a következő részben jelentkezek. Iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva, legyetek csatornaszalagok, írjatok nekünk Discordon, vagy kommentekbe. Bármivel, bármi kapcsolatos kérdésed van csatornatagsággal, vagy játékokkal kapcsolatban. És a következő részben találkozunk újra, vagy egy másik játékban. Sziasztok!